Az orvadászok egyre nagyobb károkat okoznak Tolna megyében. Minden erdőterületre bemerészkednek, így pusztítva a vadállományt. Az őzek a legveszélyeztetettebb állatok, mivel ezek húsa és agancsa a legértékesebb a rapsicok számára. Az illegális vadászok nem válogatnak a tiltott eszközökben. Ilyen például a hangtompítós lőfegyver, a hurok és a tör. A hurkot a szálltalában vadváltók mellé rakják ki, hát ennek többféle formája van, a madártól, tehát azt mondom, hogy a fácántól kezdve egészen a gimszarvosig, különböző méretű hurkokkal, végülis mindegyik vadfaj így elejthető. Az orvadászatban nincs rendszer. A rapsicok az év minden szakában, általában szürkületkor, vagy a sötétség leple alatt követik el a bűncselekményt, a hurkokat is ilyenkor ellenőrzik. A csapdába esett vad több órás szenvedés után kihalált hal. Volt, hogy a gemenci erdő területén a legálisan vadászók 37 darab szarvas találtak meg hurokban. Erdészeknek, vadászoknak feladata, hogy ezeket a jelenségeket figyeljék, hogyha illetéktelen vagy gyanúsan mozgó személyeket, gépjárműveket látnak, találkoznak velük, akkor ezeket ellenőrizzék, de nagyon nehéz a tetten érés. Ebben az évben már két orvadást sikerült elkapni. Azonban ez nem veszélytelen feladat, a vadászok a rendőrséggel együtt csaptak le a rapsicokra. Az illegális vadászatot használt módszerek, mint például a hurok, állatkínzásnak minősülnek, a büntetés tétele akár két évig terjedő szabadságvesztés is lehet.